Dicsértessék a Jézus Krisztus! Olyan népes csapat érkezett, hogy alig látom a végét, meg talán nem is nagyon hallják a végén. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, akik Újhartyánból jöttek ide a szűzanyát köszönteni. Szép ünnepünk lesz bizonyára. A szűzanya sok ajándékot tartogat számunkra, amire nyitott szívvel kell jelen lenni. Most majd bemennek köszönteni őt a bazilikába, utána 9 órakor kezdődik a rózsafűzés, 10 órakor a szentmise körmenettel, és délután 2-kor lesz az zarándokok búcsúztatása, litánia. Gyónási lehetőség van a templomban, a szentmise íratás pedig ott a szokott helyen. Kívánom, hogy érezzék otthon magukat, és fölüdülést kívánok itt a szűzanyánál, egy szép lelki fölüdülést a mai napra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Boldogságos Szűz Mária, mindnyájunk édesanyja. Nem részletezzük kéréseinket, hisz te jó anyánk vagy, tudod és ismered szenvedéseinket. Ne hagyj el bennünket, és töröld le síró könnyeinket. Siess segítségünkre, és könyörülj rajtunk. Alig vártuk ezt a boldog pillanatot, hogy szent hajlékodva íme megláthassunk jóságos anyai orcádat. Édesanyánk, tárd ki felénk is a karodat, fogadj zarándok gyermekeid közé, és ölelj szeplőtelen szívedre mindnyájunkat. Édesanyánk, segíts imádkozni! Királynő, segíts szent viat szívén keresztül engesztelni, és kibékíteni mennyei atyánkat. Kér számunkra erőt és kegyelmet szenvedéseink elviseléséhez. Áldja meg országunkat, és küldje közénk a béke isteni galambját, szeretett szent lelket, és könyörüljön rajtunk, szegény magyarokon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is,
sacramentum tuum, confirmavit super facus ei. Ite uiore iuram tupici, ilum dominus, crescere in crescere in tenebus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ite uiore iuram tupici, ilum dominus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepi örömmel és szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, kedves zarándok testvérek, akik összejöttetek ide a Szűzanya szentélyébe, Mária Vesnyőre, hogy együtt köszöntsük őt születésnapján. Különös szeretettel köszöntöm dr. Varga Lajos, Váci segédpüspök atyát, aki eljött közénk, hogy velünk együtt ünnepeljen, és kérjük, hogy erősítsen meg minket a Szűzanya iránti szeretetben és elkötelezettségben. Szeretnénk az ő útját járni, és szeretnénk hozzá az égi édesanyához megérkezni életünk végén. Talán különös tisztelettel emlékezem azokra, akik gyalogosan jöttek ide Mária Vesnyőre, őrizvén és hordozván a régi hagyományt. Hála Istennek, egyre többen vállalkoznak ismét újra és újra erre az áldozatra, amivel tanúságot tesznek arról, hogy
legyőzve a fáradtságot, Istennek meg a szűzanyának ajánlják magukat. Szeretettel köszöntöm a polgármester urat és mindazokat, akik eljöttek az ünnepünkre. A szentmise körmenettel zárul, délután 2 órakor lesz a búcsúsok búcsúztatása, a litániával fejeződik be az ünnepi alkalom. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! Kedves testvérek, jó magam is nagy örömmel jöttem ide közétek, megünnepelni a boldogságos szűzanyának a születését. Megyés főpásztorunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm az itt összegyűlt hívő sereget, mindenek előtt a lelkipásztorokat és a közélet képviselőit is. A születés mindig nagy öröm számunkra, most annak örvendünk, hogy az Úr Jézus édesanyja, a boldogságos szűzanya erre a világra született. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vehessünk részt ebben a szentmise áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnalon, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a testvérek között. Akiket előre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Thank you.
legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybe keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Halleluja! Tisztelendő atyák, kedves testvérek! Vallásos életünkben hozzászoktunk ahhoz, hogy amikor Istennel érintkezni akarunk, találkozni akarunk vele, akkor a szentségekhez járulunk, és ebben kimagasló esemény számunkra a kiengesztelődés szentsége, a bűnbánat szentségének a vétele, és természetesen az oltári szentségnek, az Úr Jézus testének a magunkhoz vétele. Kell is, hogy mindez így legyen vallásos életünk folyamán, és ez különösképpen hozzátartozik a búcsújáráshoz, hiszen azokkal a kegyelmi eszközökkel, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket, szeretnénk élni, és ezért a szentségek vétele különösképpen is fontos számunkra. Azonban az Úristennel való kegyelmi találkozásnak nem az egyetlen módja a szentségeknek a vétele, sőt keresztény életünk legfőbb törekvése abban van, hogy életünk szürke hétköznapjain is a mindennapi élet eseményei által érintkezni tudjunk a mindenható Istennel. És ezért életünk bármelyik pillanata, bármelyik eseménye nyújthatja számunkra azt a lehetőséget, hogy találkozásunk legyen az Úristennel, és az ő ajándékaival, az ő kegyelmeivel töltekezzünk. Mindez természetesen kötődhet a foganáshoz is, és a születéshez is. Az édesanyának, illetve a szülőknek mindig nagy öröm a gyermeknek a születése, ezt azonban megelőzi a gyermeknek az elfogadása, és már ebben az eseményben is, illetve a születésben is, megélheti az ember Isten kegyelmi ajándékait. És itt szabadjon egy személyes eseményre hivatkozni. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy már az is probléma lehet,
hogy valakinek lehet-e gyermeke, és bizony sokan vannak, akik könyörögnek az Úristenhez, hogy Isten megadja számukra a gyermekáldás kegyelmét, és annak örvendhessenek, hogy ők a saját emberi életüket saját utódaikban tovább tudják adni. Aztán azt is nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy nem minden szülés egyformán könnyű, sőt, az is előfordulhat, hogy akár az édesanya, akár a gyermek szülés közben meghal. Jó magam is. Visszaemlékszem az évenként visszatérő eseményre, amikor édesanyám bevásárolta az ajándékokat, és az én születésnapom alkalmával elvitte annak az orvosnak, aki annak idején asszisztált az én születésemnél, mert hiszen megvolt benne a hálatelt lélek, elsősorban az Úristen iránt, másodszorban az orvos iránt, aki annak idején őt életének ebben az eseményében segítette, és mind a mai napig hiszem, hogy édesanyám számára az a szülés, az a születés, amelynél ott asszisztált az orvos, akit ő nagyon tisztelt, az Úristen számára is, az édesanyám részéről egy hálatelt esemény volt, hiszen mindenkor kifejezte örömét, boldogságát annak idején az én születésem miatt. Én azt gondolom, hogy minden családban nagyon sok érzelem kötődik a gyermeknek az elfogadásához, foganásához, a megszüléséhez, illetve ahhoz, hogy a megszületett életet táplálni kell, fel kell nevelni, mégpedig Isten akarata szerint, hogy az, aki erre a világra jött, valamiként eljuthasson emberi életének a teljességéhez. Ez a mai ünnep, amikor itt Mária Besnyőn megünnepeljük a boldogságos szűzanyának a születését, kapcsolatban van egy másik ünneppel, mégpedig december 8-ával, a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepével, hiszen hittel valljuk, hogy a boldogságos szűzanya létének első pillanatától kezdve mentes volt mindenféle bűntől, az áteredő bűntől és a személyes bűntől is. Éppen ez adja meg a teológiai alapját annak, hogy megünnepeljük az ő születését, és a két ünnep oly módon függ össze egymással, hogy miután december 8-án megünnepeljük a szeplőtelen fogantatást, gondolunk arra, hogy az emberi magzat 9 hónapon keresztül tartózkodik édesanyja méhében, és aztán erre való emlékezésként szeptember 8-án mindig a következő évben megünnepeljük a boldogságos szűzanyának a születését. Az Anyaszentegyházban 3 születésnapot ünneplünk. Az első születésnap magának Jézus Krisztusnak a születése, hiszen ő a világ megváltója, ő a mi üdvözítőnk. A másik születésnap, amelyet megünneplünk, a boldogságos szűzanyának a születése, és a harmadik születésnap pedig keresztelő Szent János születése, melynek ünnepe a nyári időszakban van. Mind a hárman kapcsolatban vannak az üdvösség történetével, és azzal az alapvető ténnyel, hogy az Úristen úgy alkotta és úgy teremtette az embert, hogy üdvösségre rendelte őt, és ezért megünnepeljük az Isten fiának születését, aki a mi megváltónk, megünnepeljük az ő édesanyjának a születését, Szűz Máriának a születését, aki kegyelemmel teljes, és hasonlóképpen megünnepeljük keresztelő Szent Jánosnak a születését is,
hiszen azt mondja a Szentírás, hogy amikor a boldogságos szűzanya köszöntette Erzsébetet, az ő rokonát, akkor Erzsébetet eltöltötte a Szent Lélek, de Erzsébet már méhében hordotta keresztelő Szent Jánost, akinek az üdvösség történetében az a jelentős szerep jutott, hogy rámutathatott a világ üdvözítőjére, megváltójára, ezt megelőzően meghirdette a megtérést, és amikor Jézus eljött erre a világra, mint az Isten bárányát, bemutathatta az embereknek. Az ősi keresztény hagyomány nagyon helyesen úgy tartja, hogy az Úr Jézusnál két nagyon fontos közbenjárónk van, az egyik a boldogságos szűzanya, a másik pedig keresztelő Szent János. Éppen ezért, amikor a keresztény hagyomány az utolsó ítéletre gondol, és netán képi formában is megörökíti azt, akkor az Úr Jézus mellé, mint ítélő bíró mellé mindig oda teszi a boldogságos szüzet és keresztelő Szent Jánost is. A mai alkalommal tehát örvendünk a boldogságos szűzanya születésének, mégpedig azzal az örömmel, ahogyan az ő szülei fogadták őt. A keresztény hagyomány a Szentíráson kívüli irodalomban megemlékezik Szent Annáról és Joákimról, mint a boldogságos szűzanyának a szüleiről, és ahogy mondottam, már a foganásban is, a gyermek elfogadásában, a világrahozásában is meg lehet élni Isten kegyelmi ajándékait. És úgy mondja a keresztény hagyomány, hogy amikor a boldogságos szűzanya megszületett, nem csak öröm töltötte el Szent Annát és Joákimot, hanem ebben fölfedezték Isten kitüntető irgalmát, jóságát, szeretetét, és a szűzanya születése éppen ezért az ő számukra nem csak egy emberi lénnyel való találkozás volt, hanem magával, az Úristennel is találkoztak. Így számol be mindenről Jakab evangéliuma. Így hát Joákim érkezőben volt a nyájaival, Anna kiállt a kapuba, s mihelyt megpillantotta a nyájával közeledő Joákimot, nyomban odaszaladt hozzá, s nyakába csimpaszkodva újságolta. Most már tudom, hogy az Úristen gazdagon megáldott, mert lám az özvegy nem özvegy többé, lám a meddő asszony méhében fogan. Joákim az első nap megpihent otthonában, másnap azonban már vitte az ajándékait a templomba. Mindebben nagyon szép kijelentés az, hogy Joákim fölfedezi az Úristen gazdag áldását, mégpedig abban a tekintetben, hogy az ő felesége meddő volt, ezért nem lehetett emberi reménye arra, hogy neki gyermeke szülessék, az Úristen azonban egy emberi lény által mégis megajándékozta őt. És bizony erre is nagyon gondolnunk kell, mert hiszen lehet ajándék számunkra a vagyon, a gazdagság, és biztos, hogy emberi életünk fenntartásához anyagi javakra is szükségünk van, Isten legnagyobb ajándéka mégsem ez, hanem amikor az Úristen egy személlyel, aki elfogad bennünket, aki szeret bennünket, aki lelki ajándékaival halmoz el bennünket, ha az Úristen egy ilyen személlyel ajándékoz meg bennünket, ebben az Úristen áldását és segítségét nagyon sokszor sokkal inkább felfedezhetjük, mint amikor anyagi javakban dúskálunk.
A keresztény irodalom, amikor szól az Úr Jézusnak a születéséről, és a boldogságos szűzanya születéséről, sőt az utolsó ítéletről is, különböző hasonlatokkal él számunkra. A nap felkelte és a nap lemente egyaránt ismerős. A régi időkben, nem tudom, hogy most hogy volt, egész éjszaka szokás volt imádkozni itt Mária Besnyőn is a búcsút megelőző napon. Nagy boldog asszony napján valóban, gondolom most is így van, talán most is, Vácott a hét kápolnánál is meg szoktuk tartani az éjjeli virasztást, mert az ember számára valóban élményt jelent a naplemente is, és a napfelkelte is, és vallásos élményeinket nem csak a szentségek vételéhez kötjük, hanem mindennapi életünkhöz is, és életünk eseményein keresztül is megtaláljuk az utat a mindenható Istenhez. A naplemente az Úr Jézus kereszthalálával kapcsolatos. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, az ég elsötétedett. De ugyancsak hasonló dolgokat olvasunk az utolsó ítélettel kapcsolatban is, és a halállal kapcsolatban is a sötétség szokott eszünkbe jutni, bár amennyiben az ezt követő örök üdvösségre gondolunk, akkor az örök világosság gondolatával foglalkozunk. A nap felkelte elsősorban a boldogságos szűzanyának a születésére vonatkozik. Az egyik népi imádság a következőképpen szól erről. Szeptember havának a 8. napján tündöklő 7 színben ragyog a szivárvány, mint egy összekötvén a földdel az eget, ezen szállott le egy fényes angyalsereg. Rózsafénybe borul az egész Názáret, mely besugározta az eget és földet, reásugározta az Öröm szent fényét, amely betölti a világ teremtményét. A boldogságos szűzanyának a születése, ami örömünknek a kezdete, ezért a hajnal hasadásához hasonlítható, amikor világosság kél, az ember megszabadul saját félelmeitől, hiszen a világosságban tájékozódni lehet. Az ember lábai a világosságban biztos úton járnak, amikor sötétség van, és nem tudom, hogy hová lépek, nem tudom, hogy mi vesz körül, akkor a félelem tölt el. A boldogságos szűzanya születése azt jelenti, hogy az emberből minden félelem kezd eloszlani, hiszen az ő gyermeke, az ő fia, a megváltó, az üdvözítő Jézus már nem a hajnal hasadása, hanem a nappalnak a fénye, de a nappal fényét megelőzi a hajnalnak a hasadása, és ezért a boldogságos szűzanya születése nagy öröm számunkra. Ettől nagyobb öröm csak az Úr Jézus születése és a megváltás eseményének a véghez vitele az Úr Jézus által. A boldogságos szűzanyában az ember szemléli azt a szépet, amely a megváltásnak az eredménye. Isten tökéletes, szent, Isten irgalmas, végtelenül jó. Szűz Mária születését azért ünnepeljük, mert Gábor angyal úgy köszönti őt, hogy kegyelemmel teljes, és ebben a kegyelmi teljességben látjuk meg azt a szépet, amelyet az Isten az ő teremtményeiben látni akar. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és amikor az emberben fölragyog az Istennek a képe, akkor az Úristen örömét találja az emberben.
Szűz Mária születésének az ünnepe, föl akarja hívni a figyelmünket arra, hogy nekünk is szükségünk van az erkölcsi értelemben vett átalakulásra. Ahogy mondottam, az Úr Jézusnál a legnagyobb segítőnk, a boldogságos szűzanya és keresztelő Szent János, és keresztelő Szent János úgy készítette elő az Úr Jézus útját, hogy a bűnbánatra és megtérésre figyelmeztetett bennünket, a boldogságos szűzanya pedig úgy mutat rá az Úr Jézusra, hogy ő kegyelemmel teljes, mely magában foglalja az ő szeplőtelen fogantatását is. Ezért a boldogságos szűzanyában az erkölcsi tisztaságnak a képét látjuk. Mindenképpen föl kell tennünk a magunk számára a kérdést, hogy vajon mihez akarunk alkalmazkodni. Ahhoz a világhoz, amely körülvesz bennünket, avagy az Isten egyszülött fiához. Valóban körülveszi az életünket a média hatalmas serege, amely a kereszténységgel ellentétes világnézetet, ezzel ellentétes erkölcsi rendet hirdet. Azt mondottam, hogy a szülő számára nagy öröm a gyermeknek a foganása, elfogadása és a világra hozása. Manapság ez sem feltétlenül természetes, mert hiszen különböző módon lehet védekezni a gyermekáldás ellen, aztán elvetélni is lehet a megfogant életet, és nem biztos, hogy valaki vállalja saját gyermekének a fölnevelését. A gyermek elfogadása olyan alapvető keresztény érték, amely a mi vallásosságunkhoz bizony igen erőteljesen hozzátartozik. Aztán egy nagy kérdés számunkra, hogy hogyan akarunk sikeresek lenni. Nagyon sok ember úgy akar sikeres lenni, hogy beletagozódik az emberi közösségbe, például a munkahelyén, és azt gondolja, hogy amennyiben eleget tesz az ottani elvárásoknak, az ő élete sikeres lesz. A boldogságos szűzanya olyan ember volt, aki Isten akaratát kereste, és az Úr Jézus is hasonló módon cselekedett. Különösképpen János evangélista rendkívüli módon hangsúlyozza számunkra, hogy az Úr Jézus saját keresztre feszítésében is az Isten akaratát keresi, és ez az esemény akkor történik meg, amikor eljön az Istentől rendelt órája ennek az eseménynek. Mindez azt jelenti, hogy az üdvösség történet nagy egyéniségei elsődlegesen nem az emberekhez akartak alkalmazkodni, hanem magához, az Úristenhez. És ebben a boldogságos szűzanya is példakép számunkra az ő szent fiával, az Úr Jézussal együtt, hasonlóképpen Isten szentjei is példaként szolgálnak számunkra. A keresztény közösség számára is nagyon fontos, hogy az Anya Szent Egyháznak a tagjai, mint Krisztus titokzatos testének élő és eleven tagjai éljenek ebben a világban, és ők maguk is elsősorban Istenhez, az ő törvényeihez, Jézus Krisztus evangéliumához alkalmazkodjanak, és életük legfőbb problémája annak a megfelelőségnek a keresése legyen, ami az Úristenhez köti őket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami Úrunk született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberélet. Poncius Pilátus alatt képünk keresztre feszítették, kínhalál szenvedett és eltemették. Támadnak föltámadt a írások szerint, fölment a mennybe, ott unott Atyának jobbján, jön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Hallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Örvendezzünk testvéreim a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született, a kisboldog asszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy égi anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy kis boldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, ami Urunk Jézus Krisztus, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
hozzatok, testvéreim, hogy áldozatom kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk, Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a telekedben. Emeljük fel szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. És teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, a lényelben jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Benedek pápánkat, Miklós püspökünket, Lajos segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadépe kéréseit, hiszen te akarod, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyán, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkel örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünk.
szívünkben, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Jézus ország, a hatalom és a dicsőség, mindenökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Köszöntsétek egymást a békejelével. Elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Kegyünk. Urunk, Istenünk, add, hogy egyházad, amelyben szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.